Karácsony Gergelynek van esélye legyőzni Tarlós Istvánt az őszi főpolgármester választáson, legalábbis erre jutott legfrissebb kutatásában a Závec Research. A híradónknak nyilatkozó elemző szerint azonban még korai valós esélyekről beszélni. Karácsony Gergelyt egy fontos tényezővé avatták a fővárosiak. Így összegezte a legfrissebb felmérés tapasztalatait a Závec Research ügyvezetője. Az Index megbízásából készített kutatás szerint a budapesti választók csak nem fele véli úgy, hogy Karácsony Gergelynek van esélye nyerni a főpolgármester választáson. A válaszadók 43%-a ezt nem így látja, a megkérdezettek 1/10 pedig nem tudott válaszolni a kérdésre. Závec Szibor azonban hangsúlyozta, nem az volt a kérdés, hogy kit támogatnának a megkérdezettek. Ez egy közhangulatmérés, a várakozásokat próbáltuk meg föltárni. Azt sejteti, hogy egy nagyon nagy csata lesz kettejük között, tehát alapvetően a figyelem, ezekben az adatokból az látszik, hogy a figyelem kettejükre fog koncentrálódni. Tordai Bence szerint még a Fidesz szimpatizánsok többsége is elismeri, hogy az előválasztás egy jó és demokratikus eszköz volt, amelyet nagy fölénnyel nyert Karácsony Gergely. Ezzel valóban az első számú esélyesévé vált az októberi főpolgármester jelölt választásnak. Innentől kezdve Tarlós Istvánnak és a mögött álló Fidesznek nagyon kell kapaszkodnia, mert úgy tűnik, hogy az emberek hatalma az erősebb, mint a hatalom embere. Tarlós István nem kívánt reagálni a felmérésre, de megkeresésünkre munkatársai egy korábbi interjúból idézve ismertették Tarlós István néhány vállalását, köztük egyebek mellett a Lánchíd felújítását, a BKV jármű cseréit, az Aquincumi híd és a Ferihegyi gyorsforgalmi út megépítését, vagyis a kormánnyal eddig kerekítve összességében körülbelül 1000 milliárd forintnyi fejlesztésben egyeztek meg. Én az EP választások óta kifejezetten kritikus vagyok a közvélemény kutatásokkal. Ceglédi Zoltán szerint még korai valós esélyekről beszélni. Az, hogy melyikük győz, az alapvetően attól függ, hogy melyikük személyisége lesz hitelesebb, átütőbb, és ki lesz képes arra, hogy a meglévő önmagában mindkét oldalon kevés pártpolitikai bázison túlterjeszkedjen. És elérjen olyanokat is, akik egyébként nem egy pártlogóra akarnak szavazni, hanem a városuk vezetőjére. A budapestiek októberben dönthetnek a főpolgármester személyéről.